Csárna Gábor polgármester, valamint Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester kedden fogadta Johann Marx nagykövetet, aki a Dél-Afrikai Köztársaság nevében érkezett Dunaújvárosba. A két területet, így Dunaújvárost és a Dél-Afrikai Köztársaságot érintő jövőbeni gazdasági együttműködési lehetőségekről egyeztettek. Több dolgot tudtunk leszögezni. Az egyik holnap írnak alá, a két állam vezetői holnap írnak alá egy felsőoktatási megállapodást. Évente több mint 100 dél-afrikai hallgató jöhet ösztöndíjjal Magyarországra. Bízom benne, hogy a Dunaújvárosi Egyetemre, így a városomban is, ahogy vannak brazil, kínai, így most már lesznek dél-afrikai diákok. A másik pedig ipari kapcsolatok terén, helyi dunaújvárosi vállalkozások hogyan tudnának Dél-Afrikában tevékenykedni. Johann Marx elmondta, nagykövetként feladata felkeresni minden fontos várost Magyarországon. Így esett a választás a Dunaújvárosra is. Látogatásom fő célja, hogy megvizsgáljuk, milyen együttműködési lehetőségek léteznek a két terület között, tehát városuk és az országunk között. A polgármesteri látogatást követően Johann Marx nagykövet a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarába is ellátogatott, ahol szintén a várost érintő gazdasági egyeztetéseket folytatott.